egy, 25 év történetét próbálom meg röviden összefoglalni, és annak a végkifejletét, hogy a vallásturizmus a szekció, az is lesz benne a végén. Úgyhogy néhány szóba, akkor... Aha. Jó, megtaláltam a megfelelő gombot. Ugye a Martonyi Pálos Kolostorról van szó a kis előadásban. Hát sokaknak szerintem azért mond valamit már az a név az elmúlt időszakban, képbe került egyszer-kétszer. Röviden az elhelyezkedésről egy-két információ, hogyha esetleg valakinek még nem lett volna meg a ismereti körében. Ugye Észak-Magyarország Borsod megye. Ja, így. Jó, igen. Az Akteleki Nemzeti Park déli része található. Hát egészen bent az erdőbe, teljesen sajátos páros helyen. Ugye a Martin mint mintegy három kilométerre, jó, van jobb is. De az nem tudok lapozgatni. Tud, a... Ja, jó, akkor majd két, két fegyverrel küzdök, jó? Oké. Okay. Na, köszönöm segítsége. Na, szóval térjünk vissza az eredetire. Tehát ugye Martonyi település, az körülbelül itt található, benne az erdőt kellős közepébe, egy, egy, nagyon érdekes, nagyon szép helyen, hogyha valaki még nem volt arra, akkor ajánlom, hogy látogassa meg, nem csak azért, mert ugye haza beszélek. Ott van a barlang is egyébként a közelbe. Úgyhogy maga a, a, a a kolostor története én ebbe a körbe azért nem szaladnék bele nagyobb, mert nagyjából száz többet értenek itt hozzá a jelenlévők egy jelentős része, de tényleg egy fő csapásokba. A, kolostort 1300-as évek elején alapították, hogy a tekes tekus fiai, szalonnai nemesek, Alapítását gyakran 1341-re szokták datálni, de, de, valójában az már az első írásos dokumentum, amikor megadományozták a, a kolostort, tehát akkor már bőven létezett, nem a mai, pontosabban nem a teljes formájában valószínűleg, hanem akkor még sokkal kevesebb építménye, de működik. Ugye a, 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 a történeti kutatások során, onnan kezdve több forrás volt már, hogy hogy ilyen adománylevelek különböző témában, vagyis a, a gombaszögi kolostor alá tartozott egyébként a vége felé, szervezetileg. Hát ez annyira bonyolult, hogy ezt ah, még sokszor elolvastam, de nem mindig értettem meg minden belőle, de, de nyilván végig van követve az egész. 1411 ekkor szentelik fel a templomot. Ugye ez jelentős lépés volt a kolostor életében, nem, nyilván nem a templommal kezdődött az építkezés, hanem egy sokkal kisebb építmény a lakó része. Majd megmutatom, a a alaprajz. Utolsó írásos emlék, 1564, akkor még lakták, 67-ben viszont nem. Erre több verzió van, hogy a, hogy a bebekek gyújtották föl, vagy, vagy rombolták le a gombaszogével egy időben, illetve van egy másik történet, ami arról szólt, hogy ugye ez elég határvidék volt hogy a török megszállás alatt, és akkor a törökök eljöttek kicsit adószedni. És a, a martonyiak a, a, az Egervár ugye a sikertelen török ostrománál, annyira felelkesültek, hogy nem akartak a töröknek adót szedni, hát ez annyira nem volt jó lett, hogyha ez a verzió az igaz. Úgyhogy... Aztán lépjünk uh, tovább. Tehát onnantól kezdve, gyakorlatilag az 1560-as évektől a Kolostor lakatlanná válik, és elkezd integrálódni az erdős környezetbe. Ugye elérkeztünk a ma máig hirtelen. Ugye 1996-ban értem vissza a Nemzeti Parkhoz, egy ilyen hat és fél éves szület után, és elmentem a Kolostorhoz, ami egyébként az én területem volt, ő, és azt látom, hogy így állnak az oromfalak. Tehát az, ez gyakorlatilag, hát szabad így fogalmaznom, inkább az imádság tartotta, vagy nem tudom mit, tehát így ránézett az ember, és azt mondta, hogy neki vége van. És akkor, akkor javasoltam az akkor igazgatónak a Salomon Gábornak, hogy ezzel tényleg kéne kezdeni valamit, mert ez így össze fog dőlni és ugye a nevéből is fakadt a Salamonnak, bölcs döntést hozott, azt mondta, akkor kezdjél vele valamit. Tehát ezzel, ezzel indult a, martoni Martonyi Kolostor Romnak a, a, kvázi újkori története, és itt fel, felraktam egy pár nevet, nem, nem, azért, hogy magamat fényezzem, de magamat is egyébként de, de azért szerepelt egy-két olyan névebb a történetbe, akit sokan ismernek, még talán tudják is, de sokan nem. Tehát egy olyan, olyan, szerencsés útra lépett az egész, hogy mind a mai napig csodálok, és aki ebben a szakmában benne van, szerintem ő is, hogy ennyi idő alatt, gyakorlatilag 7 év alatt tető alá hoztuk a templomot. Az én úgy gondolom, hogy sikertörténet volt. Ugye egy véletlenes sorozata, és a szerencse, több minden dolog kell, a szerencse, valamilyen tudás, ugye szakmai ismeretek, stb. stb., hogy egyáltalán el lehessen indulni, de nem volt egyszerű dolog, úgyhogy Salamon Gábor hozta meg az első olyan döntést, ugye megvettük a, magát a, a, az épületet a szalonnai tó környéket, TS-től, félmillió forintért, hát nálunk akkor ennyi lehetett kolostort kapni. Úgyhogy ezzel indult a történet, ugye nem, állami kezelésbe került és a Nemzeti Park vagyonkezelésébe, egyébként tartósan állami kézbe tartandó műemlék volt már akkor is ugye fokozottan védett területen van, nyilván nem véletlenül, hát ugye a kolostor miatt lett fokozottan védett, meg a környezeté miatt a nemzeti parknak ez a része. Úgyhogy a Demián László, neve a második, akit meg kell említenem, ő egyáltalán semmi köze nem volt a Martonyi Kolostorhoz, egyetlen egy köze volt hozzá, hogy én őt ismertem egy ismerősön keresztül, és megkezdve, hogy szerintem mit kéne ezzel csinálni. És ő mondta, hogy szerintem menj az Ámerkához, ugye a műemlékreztorálási központ, állami műemlékreztorálási és helyreállítási központ, és a Géci csavával vegyem fel a kapcsolatot. Ez megtörtént, és, és teljesen nyitott kapukat találtam, tehát gyakorlatilag minden, ami, ami rendelkezésükre állt, azt, azt, azt oda is adták, úgyhogy rögtön elkezdődött egy tervezés, ami, ami először állagmegóvásról szólt. És aztán ez később változott, nem is olyan nem sokkal később. Ugye elkezdtük kitalálni, hogy akkor hogy legyen, a környezetét elkezdtük rendezni, és ide nem írtam oda, de egy nagyon fontos momentum még volt, építettünk egy utat. Tehát úgy, hogy a meglévő egyébként erdészi túltat megcsináltuk, mert alfája a omegája minden ilyen tevékenységnek, ami ilyen helyen van. Nincs út, nem lehet semmit csinálni pont. Ugye a, a perkupai TS terepesi fája volt a fő kulcs ebbe, és tökéletes, azóta se egymúltunk hozzá, teljesen jó, rendben van a, a, a dolog. Utána ugye a geodéziai felmérés szintén áll, ál, ál, történet, tehát ő, ők adták hozzá az erőforrásokat és elkezdődött a tervezés. Hát itt, ha már családi vállalkozás volt tegnap, hogy a Romhányi Beatrix, hát akkor a Fülöprovit is megemlíteném, ugyanis ő tervezte a Martoninak az első lépéseit egészen a szentéig. Hát nem hiszem, hogy túlzok, hogyha azt mondom, hogy tökéletesen megcsinálta a feladatot. Tehát teljesen hibátlan lett. És ja, de odaírtam, az, el, hogy hívják ott az erdészeti út alkalmasátét, igen, akkor jó. Úgyhogy akkor már úgy gyanús volt, hogy oké, okay, hogy belekezdünk, de mi a fenét fogunk vele kezdeni, hogy őszintén. Mert azért csináljuk, csináljuk, de hát valamit fenntartani, tehát muszáj vele foglalkozni. Ja, bocsánat. Néhány kép az akkori állapotról hibátlan hely volt. Tehát, tehát beült, bement oda az ember, és akkor teljesen más világba éreztem magát. Hát, hogyha azt mondja, hogy az a páros lelkiség, ami szó volt az előbb, akkor akkor itt teljesen izé, fizikailag érezhető volt. Én nagyon sokat beültem a közepébe esténként munkaidő után, és ott kitaláltam, hogy legyen a következő lépés De az egész dologban. Ugye volt benne kettő darab ö, ilyen nagy bükfa, 136 évesek voltak ezek a fák, amit kivágtunk, ezért kaptam hideget, meleget. 136 éves bükkfát bármikor tudok csinálni, de egy volt nem. Tehát itt azért el volt döntve a kérdés, függetlenül attól, hogy természetvédelmi területen vagy nemzeti park védett, fokozottan védett, teljesen mindegy. Ez egy más kategória. Jó. 98 megkezdődtek a régészeti feltárások, ugye párhuzamosan szintén ámerkás berkekbe. itt nem tudom, mennyire lehet látni, de odaírkáltam az évszámokat, hogy, hogy körülbelül mikor mi volt. Ugye először a templomnak a környezete, a templom, szentély, utána mentünk a kerengőbe, és legvégül 2014 15 be sekréste káptalan terem, és ez pedig a jövő zenéje, nem is a túl messzi jövőjé, a, többi épületrész, ami jelenleg még nincs föltárva. Jó. Néhány kép a, feltárásról, meg az azzal kapcsolatos dolgokról. Hát volt mit ásni, azt, azt kell, hogy mondjam. Hát nem tudom, hány száz köbméter törmeiket kellett kiásni volt fémkeresültés, és 14-15-ben pénzérmék, fémtárgyak, fém most erre se térnék ki. Ez, ez, mind külön, meg nem szeretném elvenni a régészek kenyerét, mert az ő dolgok nem az enyém. Csak inkább a maga az egésznek a lemenedzselésének, hogy, hogy, hogy jutottunk el addig a pillanatig, ahol most vagyunk. Szép kis kőtárunk van már, több mint 400 darab faragott kő tartózkodik benne, és ez, ez alapozta meg azt, a, azt az állapotot, hogy, hogy, tovább tudjunk lépni egyáltalán, amire majd a évig sor fog kerülni a bemutatására taktikai értekezlet, régészek, kosdi, és ugye ez itt a feltárása a kerengő folyosónak. Állag megóvásból rekonstrukció. Hát nagyon nem mindegy. Tehát egy állag megóvással az én olvasatomba, ahogy letesszük a vakolókanalat, azzal kezdődik előre a történet mert elkezd romlani, akar vakaratlanul, tehát valami olyan állapotot kell hozni, és a tető az a az, az szentírás szerintem már ilyen szempontból. Tehát az, ami megóvja, egyébként az összes állag megóvása a romlásnak az újabb szakaszát jelenti, amennyire én gondolom. Kivágtuk ugye a fákat 2000-ben, ugye elkészült a, a tervezés, a Fülöp-Robinak a tervei alapján ugye megindult a, a, a templomnak a szerkezeti helyreállítása. Hát itt hozzátenem, hogy 2003-ban már elkezdődött a, a, a tetőnek a, a visszaépítése, és 2005 be fejeződött be év elején. Néhány, nem tudom mennyire látszik, mert ugye az nem jó, hogy vetítőre, vagyis a, 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 a lámpával világítjuk meg a, a ponyvát, tehát az nem szerencsés, de itt azért nem tudom, hát nem, nem volt kis munka. Tehát én nem is tudom, hogy hogy a fenébe bírtuk ezt megcsinálni, mind a mai napig, tehát. Jó, hát az állapotokat azt láttuk az előbb. Külfaragó Kovács István, hát neki elévülhetetlen érdemei vannak. Tehát ahogy ezt megcsinálta, és ahogy megcsinálta, itt tenném még, hogy a külpótlások, azok bármilyen furcsa műkőből vannak. Ami egyébként az anyagában, tulajdonságaiban hasonlít arra a travertinóra, az édesvízi mészkőre. Ami, amiből egyébként a faragok kövek nem csak itt a, a Martin Kolostorban, hanem gombaszögösen vannak, egyébként hozzáférhetetlen, vagy ha van, akkor is aranyára, reménytelen. Ugye, két összehasonlító kép. 2014-15, ugye a, támpilli, vagy a szentély támpillé rekonstrukció megkezdődött, a fészkeket, illetve a köveket visszaraktuk. Mindig egy pici lépés. És 2015-ben jutottunk el idáig, hogy gyakorlatilag engedélyezett tervünk volt a szentére, még szintén ámerkás volt a vége, 2012 óta, igen, és itt megálltunk, megálltunk, mert nem, egyszer nem volt miből tovább menni, kivárás volt, csak az állag megúvásról volt szó. És elérkeztünk a 2023-as évhez. Hát egy kicsit ilyen projektkonform lett ez az egész dolog, de nem véletlenül. Beadtunk egy interreg pályázatot a, 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 Kolostornak a tovább lépésére, a harmadik ütemre. Ugye az első lett volna az állag, megóvás a kettő a templom a szerkezeti rekonstrukció, a harmadik pedig a, a, a szentély visszaépítése. Ez, és ezt azért emelném ki, hogy itt volt egy hármas triplet benne az egészben, és szépen kialakult, annak az volt a lényege, hogy volt, volt az adott tevékenység üteme, volt egy, 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 egy kutatási fázis, egy tervezési fázis, meg egy, meg egy építési fázis ez az azért jó, mert így a végtelenség el lehet nyújtani. 8. ütem, 167. ütem, teljesen mindegy, nem befejezett a projekt sehogy, tehát lehet tovább pályázni vele, mindegy a következő kisebb, nagyobb lépéssel. <kül> és a kutatás és a tervezés az mindig megalapozza a következő <kül> Ugye a kivitelezést, illetve adott esetben a pályázatot, hogyha szerencséje van az embernek. Na hát itt most ez volt. Hogyha ránézzünk a dátumokra, ami a következő nem, lapon lesz majd rajta, minden igaz, akkor, akkor ott szépen kirajzolódik, hogy mennyire rövid idő alatt lehetett összerakni ezt a projekttervet, és, és gyakorlatilag hát nem egész, valamelyet több mint fél éven belül eljutottunk a nullához, a nulláról a 400 millió forintig. Jó, és még, jó, bocsánat, egy, egy kicsit még fényezzem magunkat. Ez az interreges projekt első helyen futott be, úgyhogy 100 pontból 94-et kapottam, a, a második helyezett 88 al tehát ez, ez nagyon... nagyon, Tehát látszott, hogy ez tökre elő volt készítve, Minden, mindent meg tudtunk benne csinálni, meg, meg normálisan leírni, ami a, ami kellett egy ilyen jellegű dologhoz. Az uniós projektek azért nem feltétlenül ezt a tevékenységet ö, ö, támogatják. Gyorsan kell két év alatt kell eredményt csinálni, a régészet az nem olyan, na de mindegy. Ugye, a fő lépés 2023. július projektindítás, partnerkeresés kettő. külföldre. Hát lett az a gombaszag egyébként, hogy a Szénemetú Polgári Társulás, őket azért általában szokták ismerni, mert a orosz oros az orosz elég aktív, és mindenhol jelen van, minden helyen. Ugye előkészítésről már beszéltem, már a Nemzeti Partnak is volt egy, egy projekt szervezete, egy, egy, pályázatkezelési osztálya, ami az adminisztrációs részeket simán levágta, tehát nagyon, nagyon, nagyon hatékonyan tudtak dolgozni. Úgyhogy, úgyhogy, gyakorlatilag azt jelentette, hogy, hogy ugye volt tervünk, ja és nagyon fontos Veres Balázsnak a döntése, az igaz, mostani igazgatónak, előfinanszírozott. Azt mondta, hogy nem érdekli, lesz, ami lesz, a, a a pályázathoz az alapfelmérést megcsináltatta, tehát ő bevált olyan dolgot, amit semmi garancia nem volt, hogy egyébként vissza is kapjuk valaha is. Jó. És ugye meg volt a koncepció az első lépésektől kezdve, amiről még nem beszéltem, csak arról, hogy rekonstrukció. És a végén majd elmondom, hogy ez nálunk mit jelentene, hogyha minden igaz. Ugye a projektnek a fő tartalmi elemei, ezt is most már végigszaladnék rajta, ugye először lenne egy régészeti feltárás dolog, műszeres kutatás, illetve tényszerűen feltárás, reflektórium, ugye a kapcsolódó épületrészek, meg a hozzá hozzátartozó telep, rendezési munkák, ugye rekonstrukció, meg van az engedélyünk már minden, tehát most már rendes kiviteli tervünk van az egészre, majd arról is lesz egy, egy dia, és templom hajónak még további helyreállítási munkái, a nyilázáróknak a keretek helyreállítása, szentély, teljesen konstrukció, már szerkezeti, ugye állagvédelmi munkák a kolostor egyéb részén, kőrestaurálás és egyéb rendezési munkák. Ugye a pályát meg kellett fogalmazni egyébként célt is, tehát most itt kapcsolódnánk a turisztikához. Ugye lenne egy helyszíni bemutató tér, aminek az lenne az én vágyom szerint a lényege, hogy semmi ne látszódjon belőle. Tehát, tehát, tehát nem lesznek táblák, meg egyéb ilyen dolgok. Ugye korábbi előadásokban elhangzott, hogy ezt raktuk ide, azt raktuk ide. Tehát ezt mi nem szeretnénk. Kis QR-kód maximum ne is látszódjon csak közelről, és majd az elmondja, hogy mi van ott. Tehát a magának a, a, a templomnak és a kolostornak a, azt a hangulatát szeretnénk visszahozni, ami egyébként utoljára volt, amikor még, még lakták többé-kevésbé. Tehát ez egy, ez egy rögös út, azt kell, hogy mondjam, a szakma szempontjából. És akkor egy kis műszeres kutatás. Ez egy fotogrammetriás felmérés, kicsit lebutítva, 30 centis pontossággal a környezetről. Itt ugye beszélünk majd még, még, ahol laktak, ahol, ahol éltek, ahol termeltek, a szőlők, barátszőlő oldal van ilyen egyébként a környéken. Ugye ezeknek az elemzés és további helyeknek a meghatározása. Ugye a lézerszkennelés megtörtént, ahol fehérrel be vannak húzgálva csíkok, ahol, ahol valószínűleg kell lenni valami. Ezt azóta már a múlt héten igazoltuk egy részét, mert itt vannak valamik. Illetve a kút is kút lett, amire gondoltam, hogy kút volt, csak ugye az, hogy én gondolom, azt nem jelent semmit. De úgyhogy 2010-ben feljött a víz rajta a nagy árvizes időszakban, úgyhogy lehet, hogy nem is kút lesz, hanem forrás. És itt még van egy ilyen kis kő, valami ilyen négy méteres, tehát lehet, hogy egy vízelvezetés is előkerült azóta a föld alatt, ugye a műszeres kutatással, hát ezek majd a régészeti feltárásnak a történései közé tartoznak. Hát itt meg látszik, hogy hol, nem, hol kell még áskálódni, meg itt is van még fönt. Jó, hát a fotogrammetri nagyon nagy pontosság, nagy felbontású ortofotó van az egész területről, tehát amit a lézeren beazonosítunk területet, az az ortofotó lép hűszára meg a területen és egy 25 centis szintvonalas térkép is előjött. Ugye fotogrammetria és lézerszkennés együtt volt, ezért gyakorlatilag hát ilyen azonos dolgokat tudunk csinálni 3D-ben, tehát mármit meg tudunk ebbe. Szerintem ennél most nagyon sokkal nem tudunk előrébb menni. A technika ennyit engedett meg, hát 20 évvel ezelőtt ennyit se. Kőkonszignáció, Kovács István, szintén az ő kezéhez munkához. Hát Ezen a, a régészek, a Kovács Pista, ugye három napig ült így a aktelken, némi is meg meg a mellett, és, és vitatkoztak, hogy volt -e ablak, nem volt ablak, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon feszes. És itt fontos a kutatás, tehát a faragott köveknek a dolga. Mennyi időm van még? Túlcsúsztam? Túl Mindjárt befejezem főleg. Jó alapra ez nem nagyon látszik, majd folyosón elmondom, hogy mi van rajta. Ami a lényeg, hogy röviden összefoglaljam, a jelenlegi összes épített résznek a, 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 ugye a tárgya lesz ennek a felújításnak, a rekonstrukciós munkának, és ami a legfontosabb, a falak, amik eddig megvoltak, vagy meg lesznek még a régészet alatt, fejmagasság fölé fel lesznek húzva. Tehát velép az ember, akkor már, már olyan. Ha nem felnéz az égre, akkor már olyan, mint a kolostorban lenne. Tehát ez, ez, ez már, már, innen indul. Hát Kósdi nagyon óvatosan hogy értelmező állagmegóvásnak hívja, ugye a szakma szempontjából ez neki így fontos, hogy nehogy rádobják az első követ, nekem meg tök mindegy, mert nem vagyok se régész, se építész, én bármit mondhatok. Én egy nemzeti bar vagyok természetvédelmi őrszolgált vezető. És akkor ezek már az itt a mostani kiviteli tervnek a részei. Nagyon nem szaladnék bele, valakit érdekel, nagyon szívesen elmondom, elküldöm, megmutatom jövő és célok. Ugye már itt pedzegettem, hogy mi lenne az általunk elvárt cél. A végcél az az, hogy az egészet helyreállítsuk. Na most ezt tudom, hogy ez rögtön vita lenne az első sarkon, hogy kilépünk, ez igaz, nem is akarok ebbe belemenni, de, de ami a lényeg, hogy, hogy, hozza vissza azt a hangulatot egy olyan helyen, ami, ami egyébként a pálosaknak is jó volt akkor tájt. Nem rakunk nagy EU-konform csak kicsit, mert az kell, de nem, nem, nem vágjuk tele mindenféle információs anyaggal, hanem bemegy, és akkor ott legyen az erdő, és, és, és ez lenne a lényeget, csak röviden összefoglalom. És a turisztikáról még annyit, hogy mindegy, hogy vallás turisztikó, vagyok, akkor vagy, teljesen mindegy, a, a, tehát a, a, az alapelvek ugyanaz. Valamit megmutatni valakinek, ami érdekli, és ami még egy nagyon fontos dolog, egy bizonyos területen, ha több olyan dolog valami érdeklődésre tart a számot ezért-azért, az, az nagyon sokat jelenthet egy olyan térségnek, mint mondjuk ez az Észak-Borsodi rész, ahol... Hát, Ugye nagyjából mindenki sejt, hogy körülbelül milyen állapotok uralkodnak, lakosságszámra, sorolhatnám tovább, gazdagságra és, és ilyenekre. Jó, ezt elmondtam, funkció volt, ellátás, meg Hasznosítás, ne legyen több, mint amilyen volt, legyen olyan, mint amilyen valaha lehetett. Köszönöm a figyelmet!